Az elmúlt 80 évben az iskola profilja mindig tiszta maradt, ennek köszönhető valószínűleg a siker, hiszen mindig a gépészet, vagy híradásipar, majd később elektronika, számítástechnika, majd később informatika területén képeztünk és képzünk mai napig szakembereket. Az eddigi 4+1-es képzésünk egységes 5 éves képzéssé változott. Ennek a szerkezete úgy néz ki, hogy az első 2 évben ágazati alapozásban vesznek részt a tanulók, ezt egy ágazati alapvizsga zárja. Ezután pedig a szakirányú oktatásuk következik, 11-től, ekkor már kimehetnek akár szakképzési munkaszerződéssel is majd cégekhez. 12. év végén tudnak tenni előrehozott érettségit 3 tantárgyból, ez matematika, magyar, illetve történelem, ez szakmai érettségiük, az 13-ban valósul meg, ami egyben emelt szintű érettségének is minősül. A gépészet ágazatunkban mi a gépgyártás technológiai technikus szakmát tesszük választhatóvá. Az elektronika-elektrotechnika ágazatban ott eddig elektronikai technikus szakmát képeztünk, ettől a tanévtől kezdve bevezettünk még egyet, ez pedig az ipari informatikai technikus, hiszen az iparban ugye a mechatronikai technikusok által megtervezett robotokat valakinek kvázi rendszergazdai felügyelettel kell ellátni, és az itt végzett ipari informatikusok lesznek arra képesek, hogy egy ipari környezetben, egy gyártócég ezeket a robotokat menedzseljék. Az eddigi gépészet ágazatba tartozó mechatronika most már a specializált gép- és járműgyártás ágazatba tartozik. Itt ugye az ipari robotok tervezése, gyártása a fő profil. Igazából a mechatronika szakunk az, amire azt szoktuk mondani, hogy az gépészet is, informatika is, meg elektronika is, tehát mindent megtalálható benne. Informatika és távközlés ágazaton pedig szoftverfejlesztő és tesztelő, valamint egy informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, ez a régi rendszergazdának megfeleltethető szakma a választható. És ugye ez az a képzésünk, amit mi angol-magyar két tanítási nyelvűen is oktatunk. Az ott végzettek viszont nem 5, hanem 6 évig vannak az iskolában. Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata segítségével sikerült egy 25 milliós 3D-s nyomtatót beszerezni az iskolának. Ezzel olyan gyártástechnológiai tervezési folyamatot tudunk biztosítani, ami egyébként eddig csak egy számítógép monitor előtt volt elképzelhető. Van egy 5-tengelyes Esztergom műhelyünk is, ahol teljesen az iparban megfeleltethető technológiával tudunk oktatni. Van egy robotika laborunk, ahol a hegesztő robot és a plazmavágó robottal is rendelkezünk, illetve 2 évvel ezelőtt támadtunk egy 3D kreatív labort akkor igazgatónkkal, amit meg is valósítottunk. Ez már kicsit kinőtte magát, és egy innovációs laborrá változott. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.